Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam jóslásonként 4000 forint. Sürgős esetben elérhető vagyok a hotline-omon este 11 óráig naponta. Tehát van telefonos elérhetőségem is. A videó végén megtalálod a telefonszámot. És először megnézzük az ő gondolatait, amit felül és alul látható. Itt van két kéz. Megérintik egymást, megvan a bizalom, megvan a közelség, itt a szív jelenti a szeretetet, vagy a szerelmet, tehát keresi veled a kapcsolatod. És itt látható a gyógyító erő. Az vagy azt jelenti, hogy ő, vagy valaki a környezetében beteg volt, de megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy betegítette egy bizonyos helyzet, és most itt jóra fordul minden. Előfordulhat az is, hogy ezen a területen dolgozik, mint például orvos, és akkor lehet itt egy változás, lehetnek szerződések. Hogyan érzi magát, az itt látható. Itt a képen megjelenik egy kis manó, itt jut eszembe az, hogy van a YouTube csatornán egy hölgy, aki szintén kártyát vet, és ő mutatja a manó kártyáit. Olyan tündéri, annyira aranyos, érdemes megnézni az ő felvételeit is. Tényleg nagyon szépek, nagyon-nagyon szimpatikus ez a hölgy. Tehát itt a manóról van szó, és ez lehet egy bizonyos hely a természetben, ami erőt ad számára. Itt vannak célok, ami boldogítaná őt ezeket a célokat elérni, és sikerei lesznek, erre utal itt ez a kártya. És mit fog tenni? Számára fontos a nyugalom. Nálad keresi ezt a nyugalmat, a te otthonodban, mert meg akar látogatni téged, de itt lesz egy új élet, egy új kezdet, és az azt is jelentheti, hogy tervezi azt, hogy veled együtt éljen. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, a magyar kártyát, azt a végén fogom megmutatni. Itt a természet, ez a visszahúzódás segít neki, itt megvan a gyógyító erő, és itt van a szív, a szeretet, a szerelem, ez a férfi nagyon szeret téged. És itt látható a kapcsolat, ez a gyűrű, lehet egy eljegyzés, egy házasság tervezése is, vagy jelenthet bizonyos szerződéseket. Itt boldoggá tenni azt, ha elérné a céljait, de itt még valami a feje tetejére állt, újra így fordítva jött ki ez a kártya, még itt van a felhő, valami még átláthatatlan, nem tudja, hogyan tudná elérni a céljait, de itt meg kell fordítani a kártyát, ezt meg is teszem, és ez azt jelenti, hogy valamit másképp kellene megtekintenie, 180 fokot fordítani a helyzeten. Itt van a kereszt, az jelenti azt, hogy útban van hozzád, hiszen a sors utatok újra kereszteződik.
Jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesz egy új irány, egy új élet jelenik itt meg a kártyán. Mivel itt lesznek újdonságok, és megvan a gyógyító erő, itt a viták, a félreértések most elmúlnak, tisztázódnak bizonyos dolgok. És itt látható a könnyűség, látható a mozgás, a csevegés, beszélni akar veled. Az ő jelenlegi helyzete, itt a hold látható, jelentheti az anyukáját, az anyai témákat is, de jelenti az ő vágyait, vagy álmait, vagy elképzeléseit, és a te jelenlegi helyzeted. Itt a hajó jelenti a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat. És most megnézzük a magyar kártyát, amit a férjem készített, az én ötletem, de ő készítette a kártyát. Itt az A betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent jelenleg ez az A betű. Ez lehet egy név, mint például Angelika vagy Attila. Lehet egy helység, mint például Agár vagy Angyalföld. És lehet egy fogalom is, például alma jut nekem így eszembe, hogy neked mi jut eszedbe az A betűről, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Itt középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Ez hasonló, mint német nyelvű területen a rúna írás, a rúnák jelképe. Ez olyan, mint egy P betű, ha én ezt a képet megnézem, de szimbolikusan azt jelenti, hogy van itt egy egyenes út, egy életút, és akkor ebből ő kilép, meg visszahúzódik. Lehet, hogy vannak itt külső befolyások, kapcsolatok, vagy megjelenik a nyilvánosságon, de a visszahúzódás, a nyugalom, ahogy itt is látható a képen, az otthon és a nyugalom, az is fontos számára. Persze a szimbólum azt is jelentheti, hogy egy lépést előre tesz, kettőt meg hátra, mert mindig visszahúzódik, de újra jön. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!